Borsó, sőt volt, ahol dió nagyságú jégeső esett, hatalmas széllel csapott le a vihar sok helyen az országban vasárnap. A Tolna megyei Kalaznón pedig villámárvízt pusztított a városban. Hetek óta ilyen az időjárás, és a hét hátralévő részében sem lesz ebben nagyon változás. A szakemberek azt mondják, ez a szélsőséges időjárás nem tesz jót a növényeknek, és plusz feladatot okoz a gazdáknak, szántóföldi tulajdonosoknak. Se a gabona, se a repce nem hozza majd azt a várt termést, amit szerettünk volna, és az ősszel még nagyon jó kilátások voltak ez irányban. Az sajnos ez most megdőlt, és nem tudjuk, hogy milyen termést kapunk. Sokszor most bejött a viharos időjárás is, az is még csökkent rajta, vagy még viszi el a termés egy részét. A város egyik részén például itt Szekszárdon jégeső volt, a másik részén sütött a nap. Tolna megyét is elérte, itt is 20-30 mm-t meghaladó csapadékok is jelentkeztek villámárvízzel, jégesővel, viszont szerencsés helyzet, hogy ezen a napon, 7-én teljes nap vonatkozásában működtek a jégkár, vagy a jégeső generátorok, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működtet, és ennek köszönhetően csak borsószem méretű jégeső hullott Tolna megyében, úgyhogy az is nagy mennyiségű csapadékkal, tehát olyan hatalmas nagy kárt nem okozott. Viszont azokon a területeken kaptunk róla tájékoztatást a központunktól, ahonnan érkezett, tehát például Románia felől, ahonnan érkeztek ezek a csapadékfelhők, ott akár dióméretű jég hullott, és azok már rendes károkat okoztak az épületekben, mint a mezőgazdasági területeken. A csapadékra pedig nagy szükség volt, mondja vendég Edit. Ennek hatására minimálisan kezdtek feltöltődni a talajok, a korábbi aszály miatt azonban a mélyebb talajrétegekben még mindig nem tudott leszivárogni ez a csapadék, és mivel sokszor nagy széllel érkezett az eső, nem nagyon tudták hasznosítani azt a növények. Vendég Edit úgy látja, 30-50 mm csapadék hiányzik, a növények növekedésén ez jól látszik szerinte. Ugye az őszi búzánk az már elvirágzott, az árpa az rendkívül előre haradott állapotban van az érés stádiumában, tehát itt lehet, hogy egy-két héttel még korábban is fogjuk tudni kezdeni majd az aratást, mint az átlagos időszakban. A repcét azt a múltkori riportban is elmondtam, hogy nagyon rosszul fejlődött a repce, megérezte ezt az áprilisi rendkívüli aszályt, úgyhogy a repce vonatkozásában kevesebb termésre számítunk. Kapásnövények, napraforgó az most nagyon nagy fejlődésnek indult, ugyanúgy a kukorica, napraforgó az ilyen 6-8 leveles állapotban van, kukorica 5-7 leveles állapotban, de ezek az esők hatására egészen biztos, hogy nagyon megugranak, és szépen foglak fejlődni. Az állományoknak a jövőjét azt majd a csapadékviszonyok, és hát tulajdonképpen a talajnak a víz megtartó képessége, és hát így az agrotechnológia, az előzetesen alkalmazott agrotechnológia, technológia határozzák meg. A növényvédelemben is új feladatokat okoz az időjárás változása. A gabonában például a vetésfehérítő bogarak kártétele váratlanul sok volt. A bogár elleni védekezés plusz költségeket okoz majd a gazdáknak, és valószínűleg az is sok veszteséget okoz számukra, hogy száraz, hűvös idő volt, amikor kelt a kukorica és a napraforgó. A növények alig nőttek. Ez nagyon kedvezett a barkó kártevők előjövetelének és kártételének. Ez irányban sincs megfelelő védekezés technológia, tehát el kell mondjuk, hogy a növényvédelem az engedélyezett körből már nem tudja biztosítani a növények mentességét, védelmét, ezért sok esetben előfordult újravetés, és olyan is volt, hogy nagy károk lettek, és éppen hogy csak kinőtte az állomány a kártételt. Egy jó is volt ebbe talán, a drótférgek, tehát a talajlakó kártevők nem tudtak úgy előjönni és károsítani, mert a szárazságot ők sem bírják, legalább ettől megmenekültek most a kukoricások és a napraforgósok, viszont rövidesen jön az amerikai kukoricabogár lárvájának a kártétele, június 5-én volt meg a hőösszeg a keléshez, innentől fogva, aki monokultúrában termeszt kukoricát, vagy előtte zöldítés volt tavaly ősszel, azok félhetnek attól, hogy még a lárvák is tovább gyengítik az esélyeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának előrejelzése szerint mintegy 30%-kal kevesebb termésre számítanak az idén a szélsőséges időjárás miatt.